Ez a 119. magyaródi militári tábor, 17. éve rendezzük meg, és most ez az augusztus utolsó két hete, ez egy nemzetközi tábor, ilyenkor egész Európából toborzunk gyerekeket. Kínából nem jönnek gyerekek, hanem ők olyan kínai gyerekek, akik Európában élnek, van köztük Franciaországból, Belgiumból, Németországból, Olaszországból, illetve Magyarországon született gyerek. És van egy Tajvanról érkezett fiú, aki 3 éve él Magyarországon. Uh-huh. Milyen nemzetiségek vannak még, mert hogy ez konkrétan nagyon sok színű ez a tábor, ez a heti. Igen. Múlt héten volt egy fiú, tavaly volt először Svédországban, svédek a szülei, és idén 3 hétre jött egy húzamban, mert annyira tetszett neki. De volt egy fiú, akinek az anyukája magyar, az apja dán, és ide iratták be hozzánk táborba, úgyhogy most már határon túl is népszerűségnek örvend. Milyen nyelven beszélnek akkor itt most a táborban? Hogy megy itt a beszélgetés? Van egy kínai táborvezető, ő a kínai gyerekeket összefogja. Amikor például konyhaszolgálatra vannak beosztva, akkor van közöttünk németes, angolos, és van például 5 kínai gyerek, akikkel csak németül tudunk beszélni, és akkor ők fordítanak. De vannak itt magyar születésű gyerekek, ők járnak kínai iskolába is, és ők oldják meg ezeket a feladatokat. Nagyon szoros kapcsolatban vagyunk a Nemzeti Adó és Vámhivatallal. Ők szinte minden héten küldenek bemutatóra egységeket. Jelenleg a bevetési igazgatóság járő bemutatóját látjuk, illetve egy fél órával ezelőtt ment el a Ferihegyről a kutyás bemutató. Ők 3 kutyát hoztak, akik kábítószerkeresési feladatokat mutattak be a gyerekeknek. Ők nagyon sűrűn szoktak előfordulni nálunk. Ezen kívül az ORFK-ról szoktak küldeni kiképzőket. Ők 2 hete voltak, ők többször is voltak. Az egyik társaság, ők a mesterlövészeknek a kiképzői. Ők hoztak fegyvereket, és a fegyverek működésével, lövészettel kapcsolatos ismereteket adták át a gyerekeknek, illetve Dunakesziről, a rendőrség kutya kiképző iskolájából szoktak hozzánk járni, ők a nyár elején, ők pedig kutyás bemutatót tartottak. Amikor legutóbb nálunk jártatok, akkor az 5000. táborlakót köszönhettük, és most már a 6000-en is túl vagyunk, úgyhogy nagyon nagy a visszatérők aránya, és most már a táborvezetés segítik, azok a 22-23 éves fiatalemberek, fiatallányok, akik már főiskolára, egyetemre járnak, és nálunk vállalnak mentori, kiképzői feladatokat. Ők nálunk 10-12 évvel ezelőtt kezdték a táborozást, de minden évben visszajárnak, és már nem mint táborlakók, hanem mint mentorok.